A szívgyógyászattal foglalkozó Nemzetközi Kardionet kongresszus helyszíne idén a Sáronbergi Teleki Kastély volt. A kongresszus keretében felavatták a Romániában legelső CT vizsgálatokban forradalmian új Fonton Canting nevű eszközt. Sáronbergén rendezték idén a szívgyógyászati 23. Kardionet kongresszust. Az idei esemény csúcspontjaként felavatták és bemutatták a Fonton Canting CT-t, amely Romániában az első ilyen berendezés. A Marosvásárhelyen beüzemelt készüléknek elsősorban a kardiológiai részlegen fogják hasznát venni. Az eszköz a megelőzésben óriási szerepet játszhat, hiszen a kóros elváltozásokat már a betegségek korai szakaszában képes kimutatni, nagy felbontásban, kisebb sugárdózis mellett, mondta el Benedek Imre professzor, az esemény házigazdája. Jelenleg a legperformánsabb gép a képalkotások korismerésében, és azt tudjuk elmondani, hogy nagyon kevés van. Novemberben lanszálták, én észrevettem, és akkor rögtön megpróbáltam mindent megtenni, hogy megkapja. És Romániában az első, és a világon egyedüli gép, amit a privát, tehát a magán vette meg. Hozzátette, az eszközzel meg lehet állapítani, hol található patológiás rész, és az mennyire terjed át az érre. Tetőtől talpig meg lehet vizsgálni a beteget, akár azt is képes megmondani, hogy mennyire jól sikerülhet egy-egy beavatkozás. Game changer. Ez mindent megváltoztat. A legversenyképesebb eszköz a kardiológia terén. A legpontosabban képes megmutatni a részleteket. Látni lehet az ereket, a szerkezetet, a funkciókat. Tehát egy teljes diagnózis szinte erre az új módszerre lehet alapozni. A szakmai kongresszusra idén is a világ különböző részeiből érkeztek szakemberek, hogy a legmodernebb technológiákról, eszközökről, automatizálási lehetőségekről tartsanak előadást. Újfajta gyógyszereket is bemutattak, amelynek hála a beteg szinte teljesen felépül a szívelégtelenségből.